Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Az Emplén Televízió péntek esti híradóját látják, mutatjuk főbb híreinket. Idén is folytatódik a közmunkaprogram Sárospatakon. Struktúraváltás az egészségügyben, az Erzsébet kórházban is átalakítások várhatók. Lakásbérbeadási program, új munkatársal segítik a kezdeményezést. A közmunka és tart munkaprogramoknak köszönhetően a megyében Sárospatakon volt a legkevesebb regisztrált álláskereső száma 2014-ben. A városban hamarosan folytatódik a program, amelynek részeként mintegy 200 embert tudnak újra foglalkoztatni. Több száz családnak jelenti a megélhetés egyetlen lehetőségét a közmunka vagy a start munkaprogram. Sárospatakon évek óta arra törekednek, hogy értelmes a közösséget szolgáló munkát tudjanak adni az embereknek. Itt Sárospatakon mindig is igyekezettel figyeltünk arra, hogy valóban értékteremtő munkát végeztessünk a közmunkásokkal. Korábban ugye közmunkaprogramnak hívtuk, most már start munkaprogramnak. A start munkaprogramban a kezdetektől részt veszünk, pályázatot nyújtunk be. 2011-től összességében most már több mint 1 milliárd forintot pályáztunk. Ennek nagy része a munkabérekre ment el. Ez egy nagyon komoly lehetőség az itt élők számára, elsősorban azok számára, akiknek más munka lehetősége nincs. Ennek köszönhető, hogy Zemplén megyében a tavalyi évben Sárospatakon volt a legkevesebb a regisztrált álláskeresőknek a száma. A napokban az utolsó munkálatok is befejeződnek a buszmegállóknál. Végardón, Kispatakon és a Bodroghalászi városrészen építettek új várókat az utazóközönség szolgálatára. A polgármester arról is beszélt, hogy pályázati bírálat alatt van a következő munkaprogram, amelynek több eleme is van. Néhány a már meglévőkre épülve valósul meg. Így folytatódik a mezőgazdasági program, a belterületi utakjárdák felújítása is, de több új elemet is terveznek. Sárospatak Zemplén idegenforgalmi és turisztikai központja. Nekünk egyetlen lehetőségünk az idegenforgalomban van. Éppen ezért a start munkaprogram keretén belül újabb információs pontoknak a kialakítása, olyan pavilonoknak az elkészítése, amelyek nagyobb rendezvények alkalmával, akár a Makovec téren, akár pedig a Szennegyedben, a Vízikapu környékén elhelyezhetők lesznek, egységesek, modernek. Szintén folytatni kívánjuk még a belterületi árkoknak és a belterületi utaknak a felújítását. Ehhez, ahogy említettem, a gépeink már megvannak, most újabb munkabérre, újabb startmunkaprogramban való részvételre kívánjuk beadni a pályázatot. A tervek szerint a következő közmunkaprogram keretében a korábban megvásárolt fólia sátrakat fűthetővé alakítják át. Így a város szépítéséhez használt virágokat a kommunális szervezet vásárlás helyett saját maga tudja majd előállítani. Április 1-ig konszolidálhatják a kórházakat, és ezzel párhuzamosan átalakíthatják a működésüket. Az Erzsébet kórházban nem várhatóak nagy változások. A jelenleg meglévő alapszakmában folytatódhat a gyógyítás. Az egészségügyi intézmények finanszírozásában is változás következhet be. A jelenlegi teljesítmény alapú finanszírozás helyére a bázis finanszírozás léphet, ami azt jelenti, hogy a kórházak a támogatás több mint felét fix díjban kapják majd meg. Az Erzsébet kórház a Zempléni régió lakosságának egészségügyi ellátásáról gondoskodik. Az egészségügyi intézmények működésének átalakítása annak kapcsán érintheti a sátoraljai újhelyi kórházat, hogy megváltozott az ellátotti kör kor összetétele. Túlsúlyba kerültek a krónikus, hosszabb ápolást igénylő betegek, és csökkent azoknak a betegségeknek a száma, melyek az aktív korúakat érintik. Ennek megfelelően az intézménynek alkalmazkodnia kell a betegek ellátási igényeihez. Az elképzelhető strukturálisan az aktív ágyak száma valamilyen mértékben csökkenni fog, aszerint, hogy az ellátási igények milyenek, de ez sehol nem jelenti azt, hogy osztályok fognak megszűnni az intézménybe vagy bezárni. Ugyanakkor a menedzsmentnek feladata az, hogy ha kijelölve az új működési irányt, megpróbálja esetleg még azokat a meglévő rejtett forrásokat feltárni,
ami által az intézménynek a működését hatékonyabbá kell tegye, és lehetőség szerint a likviditását biztosítani oly mértékben, hogy ne forduljon át egy újabb adósságállományba a beígért áprilisi konszolidációt követően. Szemléletváltás következhet be a finanszírozásban is. Évtizedek óta a magyar egészségügy finanszírozási alapelve az úgynevezett teljesítményarányos finanszírozás. Ez arra sarkalotta az intézményeket, hogy a betegeket a fekvő beteg ellátás felé tereljék, megnövelve ezzel az ápolási időt, hiszen ezen keresztül jelentek meg olyan bevételek, melyek működő képessé tették a kórházakat, mondta a megbízott igazgató. A finanszírozás alapja most úgy változhat meg, hogy több mint fele fix díj lesz, úgynevezett bázisfinanszírozás. Ez át kell teljesen alakítsa a szemléletét nem csak a menedzsmentnek, hanem a kórházban dolgozó orvosoknak is. Röviden ezek azok a nagy kihívások, amiknek most meg kell felelniük. Speciálisan, ami a Sátoraljó-Újhelyi kórházat érinti, ugye az most, hogy nagyon-nagyon távol vagyunk mindentől, megyei kórháztól, gyakorlatilag a közelünkben nincs egy újabb alapellátást nyújtó intézmény. Ez hát a hátrányok mellett azt az előnyt is jelenti, hogy a kórháznak mindenféleképpen a jelenleg is biztosított alapszakmákban kötelessége a lakosság számára ugyanezeket a szolgáltatásokat biztosítani. Ez azt jelenti jelen pillanatban, hogy az Erzsébet kórház megőrzi önállóságát, a szolgáltatások és a szakmai ellátások köre ugyan nem bővül, de nem is csökken. A jelenlegi alapszakmákban fog továbbra is ellátást nyújtani a Sátoraljó-Újhelyi Egészségügyi Intézmény. A magyarországi önkormányzatok között az egyetlen a Sátoraljó-Újhelyi, amely az általa kidolgozott feltételekkel segíti a lakásbérbeadást. A programban a város közvetítő szerepet vállal a lakástulajdonosok és a kiadó ingatlant keresők között. Így, aki hosszú távra az önkormányzaton keresztül adja ki az üresen álló házát vagy lakását, mentesül az adófizetés alól, a bérlő pedig biztosítékot kap arra, hogy akár 3 évig nem kell más helyre költöznie. A program koordinálásához egy főállású munkatárs alkalmazására is hajlandó lenne a városvezetés, ha ezzel segítheti a fiatalok lakáshoz jutását Sátoraljó-Újhelyen. Közel egy éve mutattuk be híradónkban Zsófit, aki a Deák úti általános iskolában tanít, de akkor még ingázott Újhely és Tarcal között. Ő és családja volt az első, aki az újhelyi lakásbérbeadási program segítségével talált kiadó ingatlant a városban. A Sátoraljó-Újhelyi önkormányzat 2014 év elején hirdette meg ezt a programot. Az a lakástulajdonos, aki hosszú távra a városi hivatalon keresztül adja bérbe ingatlanját, adómentességet élvez. A lakáskiadás koordinálása túl biztosítékot is kapnak a felek. A bérlőktől jövedelemigazolás, a bérbe adótól tulajdoni lapot és energetikai tanúsítványt kérnek az önkormányzat munkatársai. Az önkormányzat fog szerződést kötni az ingatlan tulajdonosával, azért is kérjük az adatokat. Amikor megkötöttük a szerződést, utána kötjük a bérlővel az albérleti szerződést, mi ugyanazért az összegért adjuk albérletbe, mint amennyiért bérbe vesszük. A vagyongazdálkodási osztály dolgozói az ingatlan piacot is figyelik, mivel egyelőre többen keresnek kiadó ingatlant, a lakástulajdonosok inkább eladni, mint kiadni szeretnék a házukat, lakásukat. A programot a Gazdasági Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tagjai figyelemmel kísérik. Most ott tartunk, hogy 9 szerződés van érvényben, és egyel sem történt az, hogy egy fél év után vagy néhány hét után kérték volna, hogy ez a szerződés legyen semmis, tehát elmondható az, hogy 9 család lakik olyan házakban, lakásokban jelenleg, amelyek eddig üresen álltak, és 9 olyan család jött ide Újhelybe, akik eddig Sárospatakon, Miskolcon, Kisvárdán, Tarcalon és az ország más részeiben éltek. A program élénkítéséhez az önkormányzat még egy plusz munkatárs alkalmazását is tervezi, hogy minél több ingatlan tulajdonossal tudják tartani a kapcsolatot. A Sárospataki Borterasz tagjai mutatkoztak be a Kalandozások a Borvidéken című sorozatban a Művelődésháza és Könyvtárában. A 4 tagú, ma már egyesületként működő Borterasz 2 szereplője azt mondta,
A város népszerűsítése, a kulturált borfogyasztás megismertetése a céljuk. Sárospatak borászatai pedig nem csak helyben, de országos és határon túli rendezvényeken is közösen képviselik ezt a vidéket. Évek óta kiemelt részvétel mellett zajlik a Művelődés házában a Kalandozások a Borvidéken című sorozat. A rendezvény eleinte az ország különböző tájegységeinek borászatai számára biztosított bemutatkozási lehetőséget, az utóbbi években pedig Tokajhegyalja borászatai a főszereplői a programnak, amelynek egyre jelentősebb a szakmai elismertsége is. Elsősorban a szőlővel, borral, borászattal foglalkozó szakértő közönség látogatja ezeket a rendezvényeket. Nos, mára már csak nem a Magyarország borvidékeit mutatjuk be, hanem szeretnének bemutatkozni azok a borászatok is, akik valamilyen formában Tokajhegyaljához, Zemplénhez, vagy éppen Sárospatakhoz, Sárospataki hegyközséghez kötődnek. A héten megtartott kalandozáson újra helyi borászatok kaptak teret. A borterasz, mint Sárospataki Borászok, illetve Pincészetek Szövetsége jelenik meg az idén a borvidéki kalandozás sorozatunkban. A borterasz egyik szereplője egy fiatal helyi borászat. 2012-ben alakultak meg nagy ambíciókkal. Kultúrát, élményt, jó borokat kívánnak eljuttatni a nagy közönséghez. Harsányi Gábor a tulajdonos, ő egy pataki származású budapesti vállalkozó, és 2012-ben az ősöknek, valamint a tokai bornak a szeretete miatt egyszerűen úgy gondolta, hogy visszajön Sárospatakra, és itt egy pincészetet, egy szőlőbirtokot és egy rendezvényházat felépít, és kíván ezzel dolgozni továbbra is. A másik vendég szintén kezdeti lépéseit teszi meg a borvidéken, már a szortimenttel is a sokszínűségüket igyekeztek hangsúlyozni. Mi jelen pillanatban most 5 bort hoztunk el, egy kicsit rendbontó módon szeretném a borokat megmutatni. A 2 sárga muskotát akarok megmutatni, egy szárazat és egy édeset. Ugyanarról a területről származik ez a bor, viszont különböző évjárat. És ugyanez a helyzet a hárslevelővel, ott pedig egy fél édes hárslevelőt és egy édes hárslevőt akarok megmutatni, szintén ugyanaz a helyzet, ugyanaz a termőhely, csak különböző évjárat, és a legvégén egy kései születelésű zétát szeretnénk bemutatni, egy nagyon magas maradék cukortartalommal rendelkező zétát. Ezzel együtt összesen 9 féle bort kóstolhattak meg az éjszaka vendégei. Egészségnapot tartottak a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában. A pedagógusok a mozgás, a helyes táplálkozás fontosságáról és a fertőzéses betegségek elleni védekezésről beszéltek a gyerekeknek. Az óvónők minden évszakban szerveznek hasonló tematikus napot a gyerekeknek, ahol a tapasztalás legalább olyan fontos, mint az ismeretek átadása. Ki tudja megmondani? Ilyen fehér virággal ne elrólom nektek. Bodza. Nagyon ügyes, Savika, a bodza. Ennyire. Ez mi lehet? Ez már különbe is lehet. Ez nem mazsó. Nagyon ügyes. Bodza Kamilla kakukkfű. Az egészséges és hasznos gyógyteák alapanyagaival ismerkedtek az óvodások azon az egészségnapon, amelyet immár hagyományosan szerveztek meg a Hétszínvirág óvodában. A gyerekek minden csoportban más és más ismeretekhez jutottak, nem csak megtanulták, de meg is ismerték azokat az ételeket, gyümölcsöket, teákat, amelyekről meséltek nekik az óvónők. Az intézményben a hagyományos pedagógiai módszerek mellett a projekt szemléletet is bevezették már. Ez azt jelenti, hogy egy-egy kiemelt témát az óvodás korúaknak megfelelően dolgoznak fel a gyerekekkel. Minden évszaknak szeretnénk megmutatni azokat a jellemzőit, amik alapján a gyermekek saját érzéseiké tudják átalakítani az egészséggel kapcsolatos ismereteket. Szeretnénk komplexen kezelni ezt a kérdést, és ezért csináljuk minden évszakban, és ezért csináljuk olyan módon, mint ahogy most is megvalósult és tavasszal is, hogy minden csoportban más és más állomást alakítottunk ki, más és más feladattal, amelyik mindegyik nagyon lényeges szempont alapján közelíti meg az egészség kérdését. A gyújtteják felismerésétől és fogyasztásától kezdődően az egészséges mozgás, a gerinctorna, a lábtorna, mindenen keresztül megyünk és végigcsináljuk a gyerekekkel, hogy ne csak tudjanak, halljanak róla, hanem tapasztalják is meg. A pedagógusok azt is elmondták, hogy egy ilyen tematikus nap nem csak a kisgyerekeknek szól, de a szüleiknek is, hiszen rajtuk keresztül tudják ösztönözni a családokat az egészségtudatos életmódra.
Hetedik alkalommal csatlakozott az országos, az éttermek népszerűsítését szolgáló Torkos Csütörtök nevű akcióhoz a MAG 7-es étterem. A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. Által üzemeltetett önkormányzati konyhán a hétköznapokban 1500-nál is több adag meleg ételt készítenek el naponta. Ilyen különleges alkalmakkor pedig igyekeznek bizonyítani, hogy nem csak mennyiséget, de egyedi minőséget is tudnak kínálni a vendégeiknek. Már az ebéd idején is a szokásosnál többen keresték fel a MAG 7-es éttermet Sárospatakon. A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. Által üzemeltetett önkormányzati konyhán a hétköznapokban iskolákba, óvodákba főznek és az önkiszolgáló étterem vendégeinek. Torkos csütörtöki akciójukban az ebédet is féláron kínálták, a szokásosnál jóval többen, 350-nél és többen ebédeltek náluk. Estére pedig két turnusban 6 és 8 órai kezdettel fogadták a vacsora vendégeket. Ez az ünnepi vacsora, ami mindenképpen különleges alkalom, mivel hogy szeretnénk megmutatni, hogy nem csak a nagy tömegű ételek gyártására vagyunk alkalmas, ami azt jelenti, hogy naponta 1500-1800 adag főételt készítünk el a város oktatási intézményeiben tanuló gyerekeknek, hanem képesek vagyunk különleges ételeket, különleges hagyományok alapján különleges ízeket produkálni. Ahhoz, hogy megfeleljenek az elvárásoknak és napi feladataikon túl egyedit alkossanak a szakácsok és munkatársaik, már napokkal korábban megkezdték a felkészülést. Kemény 8 órás munka van mögöttünk, a kollégákat is úgy kell átszervezni, egy az, hogy fejbe is ott legyenek, a másik az, hogy fizikailag is, mert nagyon sokat kell dolgoznunk menet közben. A menü kiválasztása sem egy napos munka, hanem rá kell készülni, mert olyan ínyenségekkel készültünk itt, amit nap mint nap nem mehetnek meg a vendégek, akik itt vannak. Gondolok itt egy puliszkára, ami inkább alföldi étel, főleg, hogyha még jutóróval van ízesítve, vagy egy májjal, dióval töltött dagadóra. Biztos, hogy egyik háztartásban se készítik ezt esténként. A finom ételekhez pedig borkóstoló is tartozott. Deszertborunk, ez egy késő születelésű házlevelű, ami a Megyer termékcsaládunknak a része. 2013-as évjáratú. Szabad volt a mulatozás és a tánc a Dianna úti óvodában. Minden csoportban játékos vetélkedővel, tánccal, mulatozással elevenítették fel a farsangi hagyományokat a gyerekeknek. Az óvónők is jelmezbe öltöztek, és még ételekben is követték a szokásokat. Farsang végén a gyerekek is elbúcsúztatták a telet. Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Idén is folytatódik a közmunkaprogram Sárospatakon. Struktúraváltás az egészségügyben, az Erzsébet kórházban is átalakítások várhatók. Lakásbérbeadási program, új munkatársal segítik a kezdeményezést. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zemplentv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!